Tiszteltel és szeretettel köszöntök mindenkit elvonulásunk második darma beszédén. Mondjuk el az Omnám mantrát hétszer. Köszönöm szépen. Az előbb az első tisztet hallottátok beszélni, és mindegyik kapitány legyen boldog, hogyha ilyen első tisztja van. Ezt a kiolcsét úgy is hívják, hogy bölcsesség hajó. A prajná hajója. És ahhoz, hogy erre föllépj, ahhoz egyetlen dolgot kell tenned, el kell szakadni a parttól. Ezen a parton van a komfortzónád, mindaz, amit és akit ismersz, és legfőképpen az önképed. Hallhattátok, hogy hogyan működik ez az egész, de valójában ezt megérteni nem lehet a szabályait fel lehet úgy fogni, mint egy vázlatot egy tervben. Amikor leírjátok esetleg később a tapasztalataitokat, az olyan, mint amikor a teljes terv, a teljes dokumentáció előttetek van. De a tapasztalás maga olyan, mint a ház, amelyik megépül a tervek szerint. Az élet is egy ház, egy építmény. Csak nem látjuk a tervezőt. És mivel nem látjuk tisztán, a tervezőt, ezért a terv sem működik olyan jó. Nagyon sokszor irányt tévesztünk, és az itt, aki olcsén, nagyon gyorsan kijön, nagyon sokan mondják, hogy ez haszontalan. De itt vannak, és csinálják. Vagy uramisten, ezt én azt hittem, hogy, hogy valami egész más lesz, és én most nem hiszek benne, de mégis csinálják. És miért? Mert van valami, ami itt tartja őket. Tehát a bölcsesség hajón nagyon sok minden történhet, de az biztos nem, hogy összecseréljük magunkat a tenger hullámaival. Lehet, hogy egy kicsit szigorú a kapitány, nem az. Lehet, hogy az első tiszt egy kicsikét kategórikus. Az, de ennek így kell lennie. Lehet, hogy nem tetszik a csend. Nem is kell, hogy tetszen. Valójában az a dolgunk, hogy ezt a bölcsességhajót együtt elvigyük a célig. A kormányos kormányoz, a szakács főz, a matrózok takarítanak, vitorlát bontanak, vitorlát húznak be, ha kell szivattyúznak, ha kell hajót javítanak. A kapitány pedig mindezt átlátja, és bármelyik munkát el tudná végezni, de neki nem az a dolga. Neki az a dolga, hogy átlássa ezt az egészet, és ha bármiféle hiba van a működésben, akkor ezt orvosolja, hogy a teljes legénység helyesen együtt tudjon működni. Ezért a kapitány látszólag nem csinál semmit. Lusta kapitány. Nem is szól nagyon bele a dolgodba. De valahogy úgy érzed, hogy van egy olyan tér, egy olyasféle látás, amelyben az ok és okozat jobban látszik, mint odakint. Ez a bölcsesség. Nem valami okosság, nem valami szentencia, és végképp nem egy idézet valamilyen buddhista szútrából. Ja, a kuanok, azok meghasználhatatlanok teljesen. Mindegyikötök volt már interjún, és tudja, hogy teljesen haszontalan az egész. Addig-addig kérdez a tanító, amíg egyszer csak te nem tudod. És ez borzasztó. És ezzel a nem tudom majd jössz ki, és állítólag ez érték. És leülsz a helyedre, mert máshova nem ülhetsz, itt rend van, és ezzel a nem tudom, kéne ülnöd. És egyik tanítványomat idézzem, ez nagyon nehezen eladható. Tehát ez nem vonzó. És mégis kiderül, hogy ez a nem tudom a legnagyobb kincs, amit ez az elképözten okos gondolkodó elme a te kis órarúgó gerincű felpattanód tapasztalhat. egyszer a Hubble űrteleszkópot a mérleg csillagkép mellett egy üres foltra irányította valami teljesen zseniális asztronómus. Kíváncsiak voltak, hogy az égnek a, ezen a látszólag teljesen sötét pontján vajon mi lehet? Hat napig exponáltak lekülték leküldték az adatokat a Földre, és kiderült, hogy több mint 100 millió galaxist találtak a látszólagos sötét ürességben. A tudat is ilyen. Tehát tartjuk a nem tudhatót, amely rossz szóval az üresség, vagy az üresség teljessége, vagy a teljesség üressége. De valójában csak ennyi. Ahogy hallottátok a bevezetőben, ezt a tudatot kéne megtartanunk, és akkor rálátunk az egész világegyetemre, először is erre a mikrokozmoszra ide Érdekes, hogy a belső világunk mennyire meghatározza a külsőt, a külső tapasztalatát. Erre a nép ugye a rigmussal azt mondja, hogy hát ballábbal keltél föl, és akkor minden baj aznap. Igen, de van olyan nap, hogy bármilyen lábbal kelsz föl, az egy rossz nap, és mitől, mitől? Mi van benned, amitől az a nap szörnyű? egyik ember se jó hozzád, egyiket se tudod szeretni, csak ma nem fogadom el egyetlen hülyeségedet sem. Miért? És ez ezen a bölcsességhajón nagyon szépen kiderül, mert a rendszer zárt. Amennyire az ajtók nyitottak, és lehet jönni és menni a megadott időpontokban, a rendszer maga zárt. Nincs változtatás az első és a 90. nap között. Ugyanott vannak az árbocok, ugyanannyi a vitorla, ugyanaz a szakács, ugyanakkor eszünk, ugyanaz a tanító ugyanaz az első tiszt, és amikor beérsz a kikötőbe, azt nem mondom el, azt majd két és fél hónap múlva. Kinek van kérdése? Igaz, hogy még csak három hét telt el, de nem tudom, hiba az, hogyha úgy érzem, hogy ez csak egy galop. Igen, akkor nem gyakorolsz elég keményen. Még egy pár száz leborulás, pár tucat ma. Persze, tehát a fizikai test az, 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 érzi, de... Akkor nem sétagalop. Hát vannak rajta nehézségek, de, de nem tudom. Tulajdonképpen nem is vártam mást, hogy a nehézségekkel sétagalop. Nem te lennél, hanem így mondanád. A tudatnak kell mindig a pillanatban maradni, a középen maradnia. Ez a nehéz. Ne kezdjek el mozizni, műsorozni. Lássam, hogy pontosan mi történik bennem, és merjem meghaladni. Kóriában gyakran föltettem magamnak a kérdést, hogy Úristen, miért a világ legszebb helyein vannak ezek a zentermek? Egyszer eljutsz a koreai hegyekbe, egy leesik az állat. Hát azért volt 1700 évük, hogy a legjobb helyeket megtalálják. Meg is találták. Szerintem azért van az összes zenterem a világ legszebb helyén, hogy te soha egyetlen pillanatra se hihesd azt, hogy az a nyomor, az a borzalom, az az elképesztő karma, amit te magadban látsz, az kívülről a környezetből származik. Tehát a legélesebb ellentét, hogy itt is kilépsz, és látsz egy gyönyörű völgyet, a látóhegyet, a barihegyet, a vaskaput, a csenkepatakot, a fárikutat, és közben belül megy a harmadik világháború az teljesen törvényszerű, hogy a legbrutálisabb karmák jelennek meg rövid gyakorlat után, ezért szoktam gyöngéden figyelmeztetni a kezdőket, hogy a csoki gyár nem édes, ez nem egy New Age utazás, itt ne várják azt, hogy rögtön jól érzik magukat, esetleg egy kis erőfeszítés után. Ha úgy érzed, hogy akkor egy kicsikét csavarj föl a tantjened intenzitásán, és kicsikét birkózz meg a kohanoddal akkor biztos, hogy elmegy a Jó? Rendben, köszönöm. Szívesen. Hogyha ezt már így felvezetted, nekem pont fordítva van, ahol odakint nagyon depressziós vagyok, szorongós. Itt viszont hova tűnt? Hát a kinti depresszió az teljesen el tud tűnni, hogyha az itteni gyakorlata megfelelő energiát kap a tudat. A test és a lélek. Hát a depresszió az azt jelenti, hogy nincs elég energiád. Alig tudsz menni állandóan, aludnál, állandóan valaki segítsen, szóljanak már hozzám, de én képtelen vagyok bármire. Tehát, és a világ állandó nagy szomorúság és sikertelenség, és nekem azt nem lehet. Oké? Okay. Vannak ennél súlyosabb depressziós esetek is, fel se tudnak kelni az ágyból. Volt egy olyan német tanítványom, hogy úgy jár terápiára, hogy minden reggel több mint egy órányi belső munka volt, hogy megmagyarázza magának, hogy miért kell fölkelnie. Addig tartott. Tehát az intelligens elmének a teljes önbecsapó, önpusztító körforgása, hogy miért kelljek föl ma reggel, miért ne kelljek föl ma reggel. Bizony. Ismerős. Itt, amikor egy kicsit a tantiened erősebb lesz, mint a homlokcsakrád, ez az egész egy olyan nevetséges konfetti játékká fokozódik le, hogy egyszerűen nem érted, hogy hogy hihetted el? Tehát eddig miért hitted el? Az összes ilyen gondolatot, mikor az egész pejva, illúzió, úgy, ahogy van. Tehát amikor itt vagy, és a nem mozduló tudat erősebb, akkor a kényszerű azonosulások megállnak. Innen ismered meg, hogy jó felé mész. Ha te elhiszed azt, amit egyébként nem akarsz, de mégiscsak beleragad a tudatod felszínébe, az a te hibád. Tehát nagyon fontos, hogy kellő energiaszinten és helyes irányvétellel menj. Látsz néha a vitorláshajókat, amelyek lehetetlen szögben dőlnek meg. És ha nem lenne szél, nem lenne tőkesúly, nem lenne kormány, nem lenne nagyon jó legénység és kapitány, fel is borulnának. De mivel akkora energia van ebben az egész rendszerben, amekkora, ezért úgy mennek, hasítanak, és látszólag a fizika törvényeit meghazudtolják, pedig nem. Felfedezzük őket. Tehát felfedezzük a tudat törvényeit. Felfedezzük azt, hogy az elme működik és nem hazudtoljuk meg a törvényeket, hanem megismerjük őket. Hogyha megszűnsz állandóan gondolatokba és érzelmekbe fetszölni az energiádat, akkor több marad itt, több marad a nem mozdulóban. És ekkor mindaz az energiaveszteség megáll, amitől korábban a depresszió volt. Tehát hogyha a boldogságot egy picikét az ember le akarná írni, akkor az megfelelően magas energiaszint nagyon-nagyon kevés információval. De ahhoz, hogy ez az információ kevés legyen, és az állandó filmkészítés leálljon, az megfelelő módszerek kellenek. Ismerünk több kultúrából többféle elég káros módszert arra, hogy ezt az információt ideig, óráig lecsendesítsék, megritkítsák. Aztán abba bele is lehet halni. Pár hónap, pár év alatt. Ha megfelelő módon csinálod, akkor úgy térsz vissza a gondolkodás, az érzelmek, a múlt, a jelen, a jövő, a jó és a rossz kategóriái elé, hogy közben nem rombolod le a személyiségedet. Sem érzékszervisíkon, sem kognitív, sem más módon. Ezért van az útnak és a módszernek óriási jelentősége. itt hát megnövekszik az energiaszint, és dobod le a karmádat magadról hasonlat a végére. Ha van -e egy villanyrezsód, és az nagyon hideg, akkor rácsöpög a víz, és hogyha fagypont alatt van a fém, meg is fagy. Szépen rétegről rétegre a jégréteg ellepi a rezsót, és egyszer csak jön egy hatalmas ütés, törik a jég, és vele együtt a rezsó is. Oké? Okay? Ez az, amikor a karma rárakódik az ember tudatára, és a kényszerű azonosulás által az ember traumát, sokkot, egyebet kap. Fordítva, hogyha traumát, sokkot, kellemetlen behatást kaptál, akkor már felállt az a fajta illúzió réteg, az a vastag, kőkemény, karmikus teher, amelyen keresztül téged lehetett sokkolni, traumatizálni hogyha elkezd fölmelegíteni ezt a rezsót, akkor megolvad a jégréteg, és előbb-utóbb eltűnik róla a karma. A rendszerből nem tűnik el. Vízpára, gőz alakjában ott van fönt. És egyszer csak lecsöppen, fönt lehűl, és ahogy a csöp jön lefelé, eléri a rezsót, az forró, elpárolog rögtön. Az van itt az van az elvonulás alatt. A japánoknak van egy szakifejezése a meditációra, amely a tudat felfűtését jelenti. Felforrósodik belőle. Ha pedig már nagyon-nagyon forró, vörös ízásig, akkor a vízcsepp nem is tudja elérni. Tehát mielőtt eléri, azon nyomban vízpárává válik, és megy föl-vissza. Ezt hívjuk tükrözésnek a mi nyelvünkön. Amikor tükrözöl egy karmát, akkor az nem csak az, hogy jaj, de jó foncsornak lenni. Ez nem erről szól. Ez arról szól, hogy nem dualizálsz, nem ragaszkodsz, és így nem áll be a kényszerű azonosulás. Oké? Okay? Ezért vagyunk itt, és ezért érzed nagyon másnak az energiállapotodat a kintihez képest. Köszönöm. Szívesen. Azt érzem, hogy egy lázadó vagyok a hajón. Pontosabban az elmém egy hatalmas lázadó a hajón, aki nem szeretné, hogy gúzsba kössék és korlátozzák, ne engedjék, és valami újat, valami is szebbet, jobbat akarjanak neki adni. Nem is akarjanak, hogy mutassanak neki egy más utat, más lehetőséget. Kézzel hadonászik ellene de nagyon váratlan pillanatokban érzem, hogy ezt én még nem uralom, ő ural engem, hogy hogyan lehetne ebből a drága bűvkörből kikerülni, hogyha erről nekem beszél, ezt megköszönöm. Kétféle lázadó van. Az egyik, amelyik a lázadásával segíti az egész működését. A másik, aki gátolja. Aki gátolja, az a hajó hasonlatával élve előbb-utóbb áthúzatik a hajó alatt a saját intellektusának a kötelével, a saját ragaszkodásának, makacságának a kötelével, áthúzzák a hajó alatt. Hát többszörös fulladás élmény, hogyha elég sok levegőt vettél az elején, a túléled. Általában az a legnagyobb pofon a lázadónak, amikor kiderül, hogy nincs ki vagy mi ellen lázadni akkor üres térben szétoszlik az egész, és kiderül, hogy teljesen hiába való. És ez a hiába valóság a legnagyobb vereség. Szorosan mögött a második kőkemény pofon, amikor rájöttél, hogy az idődet vesztegetted. A darmában azt szeretem, és azért borulok le hálával a darma tanítói és gyakorlói előtt, mert véleményfüggetlen. A törvény akkor is működik, ha te lázadsz ellene, és akkor is, hogyha belesimulsz. De hogyha ezt a törvényt az ember előbb-utóbb felismeri magában, akkor a külső ellen már nem nagyon fog lázadni. A lázadónak a legjobb kérdés az, hogy mi az, ami lázad belül? Mi az az énség, amelyik mást akar, mint ami van? Miért nem elég ez? Miért nem elég jó ez? És tudom, hogy honnan jön benned ez. Láss rá nyugodtan. Az ember Prométeuszból és Epiméteuszból van összerakva. Csak lehetőleg ne úgy lázadj, hogy a legmagasabb szellemiség sasmadara minden nap kitépi a májadat, amely minden éjszaka visszanő. Mert ez lett a büntetése. Úgyhogy nyugodtan lázadj egész addig, amíg úgy érzed, hogy nem tehetsz mást, de közben lásd és irányítsd ezt a lázadást. Aztán rájössz, hogy valójában magad ellen lázadtál végig. Mi lenne, hogyha a lázadás fellázadna a lázadás ellen? Egyéb kérdés? Én egy évvel ezelőtt januárban voltam egy tíznapos elvonuláson itt, és amikor hazamentem, eltelt egy kis idő, és így a depresszióra visszatérve nagyon mély depresszióba estem. De így az öngyilkossági kísérletnek így a hajszál vonaláig jutottam el, amikor egy pillanat alatt ö, azon gondolkoztam, hogy most a szembelem velem szembe, szembe ö, erősen jövő autó elé kiráncsol a bicikli kormányt, vagy ne? Nem vagy jó reklám, hallod. De ez alatt végig gyakoroltam. Ugyanúgy rosszabb. reggelente fel hatalmas tapasztalat volt, és a következő az már a páros karmának a, a szembejövetele lett, de mégis... Majd ö... Hát így is lehet, igen. Ja. Fogalmazni. Páros karma szembejel. gondoljuk már el, mennyi gyakorlat kellett ez a mondathoz? Hát igen, barátnőm lett. Na, mondjuk őszintén egyenesen. Egyik esem. legjobb életbiztosítás. Igen, össze is teszem a két kezem. Az egésznek a mechanizmusát, hogyha így elmagyaráznád nekem, akkor azt megköszönöm. Elmondom nagyban, hogy megértsd kicsiben. A 90-es években ez a szanga tényleg egy maroknyi emberből állt. A Pesti nem több, mint tíz, vidéken volt két helyünk, ez 2000-ig így volt. És volt valaki, aki mindazt a hét évet gyakorolva itt kibírta, amíg én távol voltam, a szang egy rakásváltozáson keresztül ment, és amikor hazajöttem a friss darma energiával és a praxis töretlen elhatározásával, akkor ő azt mondta, hogy hát látja, hogy ez milyen hatással van rám, hiszen emlékezett rám a az út előtti időszakban, és hát ő is kimegy, és megpróbálja a Kinti főtemplomban ezt a három hónapos elvonulást. És mondtam neki, hogy egyre figyeljen, hogy amellett, hogy elvégzi az elvonulást, nehogy azt higgye, hogy elér bármit is, és amikor hazajön, nehogy megszűnjön tovább gyakorolni. a lény kiment, teljes bótiszatva kisugázással, 10 kilóval könnyebben, fantasztikus szemmel, olyan jelenléttel jött vissza, hogy azt mondtam, hogy hála légyen az összes pátriárkának, hogy idáig jutott a tan. Mert ha már ezt látom, már ez megérte. A lény nem gyakorolt tovább, és egy újabb hat hónap után, Visszatérte után. Rosszabb helyzetben volt, mint kimenetele előtt. Eltelt még egy év, alig láttuk, utána több minden történt, és más iskolát keresett. Ez azért fontos, mert a darma gyakorlata egy olyan birodalmat nyit meg, amely folyamatos energiabefektetést igényel ahhoz, hogy a minőséget megtartsd. Aki ezt az első három hetet most végigült a templomban, biztos, hogy rálátott annyi karmára belül, hogy tudja, hogy ez tényleg nem galop. Tíz nap az arra elég, hogy elérje egy olyan nagyon igaz és mély réteget a lélekben, ahonnan változatos önkép, változatos illúzió, vihar jöhet elő. És ez az, ami kint folytatódik. És kint még keményebben kéne gyakorolni, mint idebent. Nagyobb igénybevétel, több gyakorlat. Ez, ez nirvána. Ez a könnyű pálya. Itt csak csinálni kell, mert minden meg van szervezve odakint káosz van, odakint kőkemény telefonok vannak, odakint nem teljesítik az ígéreteiket az emberek, és te ott állsz az időpontoddal üresen. Tehát kint többet kéne gyakorolni, de nincs rá időd. Az egész kint élet nem arról szól, hogy az emberek meg akarnak világosodni. Tehát az a kőkemény karma, amely itt elkezdett mutatkozni, az odakint turbóra kapcsol. És ezért előbb-utóbb vissza kell jönni a templomba, és újra gyakorolni itt, a könnyített pályán. A letisztázott helyzetben, a szabályzott kapcsolatok között, a nagyon világos tevékenységgel. Ugye nincs szégyenérzetünk, amikor szervizbe visszük az autót. Hát ne legyen, amikor úgy érzed, hogy vissza kell ide jönni, mert uramatyám, egy csomó minden felhalmozódott esmét ide bent. Vannak, akik úgy végzik el a három hónapos elvonulást, hogy csak maguknak akarnak bizonyítani. Számos ilyen volt az elmúlt 15 évben, amióta ez itt van. És akik csak ezért voltak itt, azok soha nem jöttek vissza gyakorolni utána. Mert pipa, köszönöm, és mentem. Ekkor már világos, hogy a három hónapos elvonulás alatt sem volt helyes a motiváció, mert csak túlélésre játszottak. Arra, hogy elmondhassák a végén, hogy igen, rajta vagyok az áróképen, és itt voltam az első napon, és nem mentem közben haza, tehát megcsináltam. Nem. Egy percet nem volt itt. A teste itt volt. A mozdulata itt voltak. A tudata nem volt itt. Miért? Mert csak róla szólt. Tehát nagyon fontos az, hogy a helyes motivációval légy itt, hogy tényleg föl akar ébredni és segíteni minden lényen. Beleértve a páros, családi és csoportos karmádat. Az az érdekes, hogy nem lehet az egyéni karmától való megtisztulást másképp elképzelni, mint a másoknak való segítés útján. A kettő szorosan összetartozik. Visszafelé is igaz. Ha másoknak segíteni szeretnél, az nem lehet, hogy magadon ne segíts, és ne válj előtte, alatta, és utána erősebb és tisztább lényé. Úgyhogy üdvözlünk ismét az ismétlők soraiban. Az én kérdésem is ehhez kapcsolódna, hogy az, amit uh, itt megélünk a templomba, azt uh, hogy lehet a legjobban átvinni a kinti életbe, hogy amikor éppen nem gyakorlunk kint, hanem benne vagyunk az életbe, akkor hogy tudom a legjobban a tudatomat Az tudatom eredményét át tudod vinni, de magát, az élményt, azt nem. Tehát világos, hogy nagyon más oda az egyedül meditálni, vagy a pároddal, mint itt az egész szangával, a tanítóval. És innentől kezdve a saját tapasztalatod meggyőz arról, hogy az itt szerzett minőség, állóképesség jelenlét az az, amit kivihetsz. A tiszta tükröt viszed ki. Semmi mást. Ami itt történt, az a templomban marad. Az emlékeid között marad. De amikor te innen kimész, nyugodtan tedd az egészet a tudatküszöb alá, magyarosan szóval felejtsd el. Nem vészel. Csak a megfelelő helyre kerül. Ha nem így tennél, akkor a templomban tapasztaltak, elkezdenek rávetülni a külvilágban tapasztaltakra, és beáll a két világ keveredése. És ez nem jó. Valójában egy világunk van, ezt tudjuk. De a templomon belüli élmények és gyakorlatok nem keveredhetnek a templomon kívüli élménnyel, tapasztalattal, életvitellel. Tehát teljesen tiszta, tárgyatlan tudattal menj ki innen. Aztán majd jó, ez a világ, és akkor visszajössz. Itt meg azt fogod teljesen lesarabolni magadról, magas nyomású darmapisztolyjal. Akkor, amikor a tizedik telefon csöng már, és az ember már érzi, hogy nagyon ver a szíve, akkor nem kell arra gondoljak, hogy most akkor tudatosítom ezt a, az állapotot, és nem idegesítem fel magam, vagy tehát, hogy ezeket könnyebben kezelni, amikor éppen bombáz az élet kint, hogy ez ne érjen el annyira, ne, ne azonosulj vele, vagy ne kezdj el ideges lenni, vagy... Amit mondasz, azt úgy hívják, hogy darma energia. Tehát azok a történések belül, amik itt történnek, azok irrelevánsak odakint. De az eredmény az, hogy te itt egy nagyobb energiával, tisztább tudattal távozol. És innentől kezdve az a minőség, amiről beszélsz, az veled van. Igen, de hogy te is látod, a 12. telefonnál már a reaktív tudat erős, a center gyenge. Itt azért vágjuk vissza a reakciókat, hogy a centered a középpontod, a nem mozdulód, a nem reagáló, a nem cselekvő, az legyen erős. Tehát teljes jelenléttel világosan nem reagáljuk le duálisan a külvilágot, az embereket. És akkor eljutsz egy olyan belső tartásig, egy olyan szilátságig, amely odakint tart egy darabig. De hogyha elveszítjük ezt a darma energiát, akkor nem tudjuk dualitások előtt tartani az elmét, és hirtelen látszólag mindenféle uralom kontroll nélkül elkezdünk reagálni az emberekre, az eseményekre, és ezáltal a következményükké válunk. Ez egy borzasztó állapot. Kicsúszott a száma. No de miért? Nem a teszád? Hogy csúszott ki rajta? Nem vettem észre, nem volt szemed, mit vesztettél el, hogy nem vetted észre. Tehát az éberségben ilyenkor egy nagyon komoly hiátus van, és elkezd a karma rád rakódni. És akkor látod, hogy ez, ez így nem jó. Időt kérsz, teret kérsz, szünet van. De mindez odakint nem elég. Miért? Mert egyedül vagy. Úgyhogy vissza kell térni a tanítóhoz, a tanítás és a tanítványi közösséghez. Ekkor tudod újra lepucolni magadat, centerbe vágni a jelenlétedet. Akkor jó. Megint darma energia, megint ki. Itt páran voltatok olyan darma beszéden, ahol a kérdezőnek azt kellett mondanom, hogy benne vagy a pirosban. És olyan veszélyzónában van az elméd, hogy már nem vagy teljesen ura a reakcióidnak, sőt, nagyon nagy hányada automatapilótán érvényesül. Csak a karmádat szórod ki felé. Semmiféle uralom nincs rajta. Nagyon keveset látott már belőle. És az illető megfogadta a tanácsomat, mert tudta, hogy nem toborzunk, hanem az állapotát jellemeztem. Elkezdett gyakorolni, és most visszakúszott a sárgába. És a sárga közepén van. Úgyhogy nézd meg, hogy hol van a mutató, és cselekedj megfelelően. Szívesen. Megsértettem úgy valakit, vagyis olyan folyamatot indítottam el, amit a legkevésbé szeretnék visszakapni. Hogyan tudom ezt most bölcsen kezelni, hogy ilyenkor is kérjek úgy bocsánatot, hogy lehet, hogy a másik félnek ez egyáltalán nem volt rossz. Viszont, vagy, vagy mit tudok tenni, hogyha én ezt visszakapom, mert nincs jogom azt mondani, hogy ezt kérlek ne ted velem, hisz ezt én már okoztam neki. Következő életedben macska leszel, aki kerülgeti a forrókását. Tehát persze, hogy kérd bocsánatot, és nem magad miatt aggódj. Tehát látszik, hogy a te elmebéli csíkszélességed az olyan finom, tehát olyan a felbontás az intellektusodnak, hogy az átlag terhez képest húszszor jobban látod a világot. Igen ám? Csak ez nem ment meg a hibáktól. És a hibákat is ugyanilyen felbontásban látod, és akkor elkezdesz aggódni. Tehát bocsánatot kell kérni, el kell viselni a következményeket, de nem bután, nem áldozatot csinálva magadból, mert az áldozatból újra elkövető lesz. Nem egy lépést hátra lépsz, meghajolsz, megbánod, és mész tovább, aztán ami veled marad a következményekből, akkor az lesz. Jó? és akkor megtanultad, hogy ilyet többet nem. Visszakérdezhetek, hogy? De próbáljuk ha... meg. Nekem ez nagyon fontos, hogy ezt tudjuk működtetni, annak ellenére, hogy én ezt most az elején elrontottam. Tehát a határok, valójában ez a határokról szól, hogy, hogy hol, van, hol van a magánszféra határa. És... Anikó, ez nem a határokról szól. Ez az abstrakciókról szól. És jelenleg te az intelligens abszakció poklában vagy. Örülünk, hogy itt vagy, és ebből ki fogsz kerülni. Most nekélek, kell hátra a mikrofont. Köszönöm Jó. szépen. Szóval az otthoni gyakorlásra visszatérve, az éneklés érdekelne, hogy szó volt itt a hangerőről. Érzékeny fülű szomszédok esetén, tehát hogy mennyire számít tényleg a hangerő, vagy inkább a figyelem, amit. amit itt az emberi tart. kapcsolatok sokkal jobban számítanak. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy neurotikus a szomszéd, és kihívja a rendőrséget, vagy baltával akarja megjavítani az erősítődet, tehát nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy te azért gyakorolsz, hogy egy harmonikusabb emberi környezetben élj. Ezt nem tudod úgy megcsinálni, hogy az énekléseddel magadra haragítod a szomszédokat. Úgyhogy akkor belül énekelsz, utána eljössz ide a templomba, kölcsönkész egy moktakot, kimész az erdőbe, és ott moktakolsz, és üvöltesz, hogyha szeretnél. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Én a mi ez kérdéssel kezdtem el gyakorolni, és nagyon változatosan működik. Valamikor teljesen elveszítem, és nem működik. Csak a gondolataim jönnek. Viszont a szünetekben egyáltalán nem tudom tartani ezt a mi ez kérdést. És azon gondolkoztam, hogy mantráznom kellene a gyakorlás szüneteiben, de hogy mennyire szerencsés az, hogy ami az úgy érzem, hogy működik. De hogyha most keverem egy mantrával, akkor. Úgy a... ezt, mint a fiatal farmer Montánában. Pár száz hold földet vett és elkezdett kutat fúrni, de 20 méteren se talált vizet, 30 méteren se, 35-ön se, 40-en se, és már fúrt egy lakáskutat. kutat. Átment a szomszédba a Zsó Bácsihoz, ahol virul minden, hatalmas öntözés. Megkérdezte, hogy hol hibáztam? Szerintem. végül is a víz fölött voltál, csak 80 méteren van a víz. Tehát nem furkálunk mantrával, meg kérdéssel, meg problémával, meg egyéb ilyen kis szerszámokkal, egy valamivel. Ha nagyon nem megy, pár hónap után válthatsz. De érdemes legalább száz napig egy gyakorlati módszert kitapasztalni. Ezért mondjuk jó a tanító, aki a számodra, a lelki alkatodnak a legmegfelelőbbet ajánlja. De az önmagában nem jelenti azt, hogy nem kerülsz szembe a saját dinoszaurusz csordáddal, vagy hogy azonnyomban eredmény lesz. Amit elmondtál, az teljesen természetes bármely gyakorlat esetén. Az, hogy elvész, hogy el is felejted, néha rád zuhan a karmikus kosára polc tetejére, ez mind rendben van. Aztán szépen megtalálod, összeszeded magad, és előbb-utóbb a kérdésed erősebb lesz, mint az a karma, amelyik el akarja mosni. A jelenléted erősebb lesz, mint a környezet, amelyik azt meg akarja változtatni. Így tovább. Nincsen semmi baj. Csak ne ítélkezzél magad fölött, legyél szíves, hogy elvesztettem a kérdésemet, most akkor mi lesz velem? Megtalálod, főveszed, azt viszed tovább. De akkor folytassam ezzel a kérdéssel? Igen, nyakorlást. én megkérlek rá. Jó. Jó. A másik az énekléssel kapcsolatos. Nagyon feldobódtam tőle, de aztán ez el is veszett másnapra ez az érzés, hogy ö, keressük a hangunkat az éneklés közben, a testben, a tantiemben, a hangerőben, hogy ö, hol keresd, találjuk találd meg. Találd meg, és csak énekelj. Teljes testtel, szívvel, lélekkel. És hogyha feldobódást tapasztalsz, akkor egy picit tárolj el belőle a feldobódás dobozban, hogy másnapra is jusson. Jó? Jó. Köszönöm. Szívesen. A meditációban, ugye a kulcsének neki futva az volt, a, valahogy jött egy ilyesmi nem hogy egy kicsit próbálok így a mantrára ráfeküdni, és nem ment, és ez nekem így túl soknak tűnik. Tehát, nekem hogy így... is túl soknak tűnik, hallod. Egy valamire fókuszáld de a tudatodat, hogy énekelsz. De ez a meditáció nekem. Nekem tehát, is. Hogy... Hogyha mantrával meditálsz, mert mondjuk ide teszed a tantienedbe, akkor csak figyeled a mantrát, a lélegzetet, meg a testtartást. Ez valójában egy dolog. Igen. Ennyi, csak csinálni kell. Nem értem. Én sem, de csinálom. Nem régiben egy gyakorló azzal jött oda hozzám, hogy ő szeretné kinyitni a harmadik szem csakráját. És ezzel kapcsolatban lenne kérdésem, hogy nem tudtam megfelelő választ adni azon túl, hogy beszélgessem veled, de... Nem jó. <laughs> Megboruljon le. <laughs> Biztos csalódni fog. <gül> de... <gül> De hogy ezzel kapcsolatban kicsit segítenél az ismereteimet bővíteni, hogy mi az, hogyha valaki kinyitja a harmadik szemcsakráját, és mi van akkor, hogyha ez a látáshoz mondjuk úgy kapcsolódik, hogy valaki mondjuk nem mer látni, tudatosan nem mer látni. Hát, én azt javaslom először, hogy az ilyen lényeknek tanítsuk meg a két szemmel való látást, és amikor az már nagyon megy, akkor esetleg beszélhetünk a harmadikról, de az nagyon sokáig tart, hogy a két szem teljesen tisztán lásson, projekciómentesen, torzulatmentesen, és a többi. A zen az egy ilyen balta égszerű egyszerűséggel bír. Milyen színű az ég? Kék. Ez hány szem kellett? Hát jó, hogyha kettő van, meg a térben látsz, és ennyi elég. Úgyhogy ha ezzel a két szemmel már jól lát az illető, akkor tovább megyünk a fűre. Hogy a két fülével tisztán halljon. És az állandó gondolkodása ne pofázzon bele a hallásba. Amikor megvan, két orlik, azzal tisztán szagoljunk. És ha ezáltal nem jön rá, hogy az ember nincsenek ilyen mágikus, misztikus praktikák, akkor még több praxisra és kudarcra van szükségem. És akkor egyszer csak majd azt mondja, hogy ennyi is elég. És hogyha valakinek a korábbi kormája következményében spontán ez megtörténik, akkor mi történik vele? Akkor olvassam Mangong Zenmester történetét, aki átlátott a falon, és Kionkosszony úgy fejbevágta, hogy utána minden ilyen átlátás eltűnt, és maradt a koan. Ugyanis a koan az nem érzékszerfüggő. Tehát az, hogy valaki a vizuális tudatosságát a fizikai sík fölé kiterjesztette, az önmagában csak azt jelenti, hogy egy transzcendens sík bejött az érzékszervibe, semmi több. Ez nem jelenti azt, hogy megvilágosodott az illető. Ez azt jelenti, hogy már látja azt, amit a hétköznapi ember a saját két vizuális szemével nem lát. Most képzeld el, hogyha neked olyan elektromágneses receptorod lenne, hogy nem kéne bekapcsolni a rádiót, te azt tudnád belül fogni. És rágondolsz arra, hogy Kossuth rádió, és megszólal. Na, az milyen lenne? Attól te nem leszel se jobb, se rosszabb ember. Tehát ezek a képességek, ezek nem jók és nem rosszak, de önmagukban nem jelentenek semmit. Huangpónak van egy fantasztikus története. Találkozott egy ilyen tűzszemű arra egy ilyen nagyon tiszta jelenlétű szerzetessel a vándorlása során, és ráállt, hogy együtt menjenek. Egyszer csak egy ilyen megáradt folyóhoz érnek, Huangpó körülnéz, nincs rév, nincs hajó, nincs híd. Várunk, majd csak lemegy az ár. Ez a fiatal szerzetes pedig egy picit ugye a ruháját boka fölé emelte, hogy a víz nehogy benedvesítse, és elkezdett a víz tetején szépen sétálni. És Huangpo utána kiáltott, hogy te csak a saját képességeidet ápoltad. Ha ezt előbb tudom, eltöröm a lábad. Erre a szerzetes fölnevetett, és eltűnt egy füstoszlopban. Azt hitte, hogy ő nyert. Arról már nem szól a fáma, hogy jött a -e szél, amelyik elfújta a füstoszlopot. Előbb-utóbb minden füstoszlopot elfúj valamilyen szél. Úgyhogy ezek képességek. Általában a 270 fok birodalmába tartoznak, az érzékszer fölötti, vagy mások szóhasználatával természet fölötti képességekhez. De természet fölötti az nincs, csak a mi korlátainkon túli. Minden a természet része. Oké? Okay. Úgyhogy ilyenkor, hogyha valaki ezzel jön, akkor nagyon szívesen látjuk egy teára, és előbb-utóbb eljutunk ahhoz, hogy mi ez. Akárhány szeme van nyitva, nem fog helyesen válaszolni, hogyha ragaszkodik a gondolkodásához, az biztos. És az szó szerint egy nagy koppanás. Egyéb kérdés? Azt szeretném kérdezni, hogy amikor párkapcsolatban mondjuk, erő, látjuk, tehát, látjuk mondjuk egymásnak a működését. Van hajlamunk, hogy emlékeztessük a másikat, hogy le most látod magad, vagy látod most, hogy ez most mi. Óvatosan ezzel mert lehet, hogy nem lesz hosszú életű a kapcsolat, igen. ha ilyeneket kérdezel. Igen, igen, és ezt szeretném kérdezni, hogy valójában ez, egy, ez is egy gombnyomás, hogy nem segít. Valójában szeretném kérdezni, hogy mit, hogyan tudnánk ezt, amikor. A kérdés nem segít, te segíthetsz a kérdéssel. A kérdés üres. Nagyon attól függ, hogy hogy teszed föl. Tehát megkérdezheted. Kedvesem, látod magad most? De fordítva, amikor mondjuk én kapom ezt a kérdést. Az teljesen mindegy, akkor is kedves maradsz, és kész. De hogyha te úgy De... teszed, hogy hallod most magadat! Nem tudsz csendben maradni! Mondtam, hogy gyűlölöm, ha ordítanak velem, stb. Tehát akkor ez kész vége van. Ez a módszer marad, csak a szándékunk legyen együttérző, vagy arra törekedjünk inkább, hogy ne szembesítsük a másikat. A Nemrég léptél be a templom kapuján. Sok a gondolat. Sok, igen. A -a... Örülünk, Köszönöm. hogy itt vagy. Köszönöm. Utolsó két kérdés, aztán megyünk aludni. Tovább dolgozik bennem a lázadó, de felbukant a küzdő is. Tehát mind a kettő jelen van és egyik formája a másikat. Azt látom a külvilágban, hogy Külvilág viszont számomra kisimul és tökéletes és csodálatos dolgok történnek kint, amik hát nagyon csábítóak. Húznak ki. Hol, hol van a lázadás? Nem értem. Most lázad. Most lázad? Most, most a külvilág kihúzó, csábító hatás ellen. Most lázad. Köszönöm. Szívesen. Aztán jön a küzdelem. Utána a szabadság, egyenlőség, testvériség, és hirtelen. Több, mint 16 millió ember meghal. Óvatosan. A zen tehát evolúció, ami viszont egy forradalommal kezdődött. Sák butha Buddha, azaz Gautama Siddharta egy olyasféle tudati ösvényen indította el saját magát, senki mást, amely 2560 éve folyamatosan tart. Ez a felébredés útja. És aki ezen az úton szeretne menni, az több mint két és fél ezer éve folyamatosan segítséget kap. Ahogy az idő halad, egyre jobban hálás vagyok azért, ami három évtizeddel ezelőtt olyan apróságnak tűnt. De hogyha elültetsz egy magvat, az kinő, nézd meg 30-35 éves fákat. Azért azok már vastagok még a legkeményebb fa, a legvékonyabb évgyűrűkkel és a leglassabban növő fajta, és már eléggé vastag. Milyen magokat ültetsz el saját lelkedben? Milyen ösvényen haladsz? Ez 30-35 év múlva kulcskérdés lesz, különösen akkor, amikor esetleg még egy pár évtized elteltével meg kell halni. Akkor fogod igazán learatni ennek az inkarnációnak a gyümölcseit, ha keserűt, akkor azt, ha édeset, akkor azt. Örülök, hogy együtt gyakorlunk. Csináljuk továbbra is együtt tovább. Köszönöm a figyelmet.